Sziasztok, Kirakos kalandpálya 6. rész. Ennyi. Aki nem tudja, miről van szó, az annak ott vannak a linkek a leírásban, de remélem mindenki tudja. Szóval én már 6-szorra nézem meg, hogy milyen pályákat küldtetek arra a félkész valamire, amit összedobtam. Az első pályát, amit ma megnézünk, Piotr 666 készített. Azt mondja, 1-2 óra alatt, és sajnos nem adott neki címet, annyiban, hogy Kirakos kalandpálya, pontosabban Kirakos kalandpálya. Lássuk. Nem vitte túlzásba a díszítést. Kaja lehet, hogy kelleni fog, vannak szabályok is. Hello, Csabusa! Kiraktam a pályádat. A kirakott pályán a szabályok. Ne csalj, ne barkácsolj, ne építs, ne rombolj. És 50 oldalas... örök poén. Fent is van láda. Hát erre magamtól is rájöttem. Történet. Piros csigák a legfontosabb élőlényeink. Ők termelik nekünk az energiát, hogy a Minecraft létezzen. És most elköztek. Júj, elteleportáltam. Nem biztos itt vannak a nyomaik. Mi ez a gomb? Azt mondja az adminális, hogy piros csigák elszöktek. Nem erre vannak a piros csigák. Akkor kövessük a nyomokat. Ott van egy halott tehén. Szia, halott tehén. Ja, nem vagy még teljesen halott. Hát akkor szia, majdnem halott tehén. Van ott valami olyan, mint egy lezuhant helikopter. Azt mondja az admirális nekem, most más színnel, hogy ez egy helikopter. Wow, rájöttem. Talán ezzel felrepülhetsz a magasugrás italért. Hogy jön ide magasugrás ital? De elektromosságra van szükség. Állj, a beindító gomb. Elállták a barrierek az utat. Ha nem értenéd. Esküszöm, nem értem. Haj, Csabusa. Az elektromosság kommandoknál, ha megnyomod, akkor kiszedik az egyik barriert, és meg tudod nyomni a gombot. Ennyi. Most sem értem jobban. Biztos tovább kell menni. Itt nincsen elektromosságos gomb. Az a baj, hogy nem használta föl kreatívan az elmeket, tehát ők... egyre jobban van a majdnem halott tehén. Nem használta fel kreatívan elmeket, csak úgy ott lebegnek a fák, nem használta fel semmire. Nem volt ötlete, gondolom. Szóval nem ez a legfényesebb pálya. Hát ezt nem érem el. Ide magasugró főzet kell, másképpen nem juthatsz fel. Hát jó, menjünk tovább, gondolom. Nem kaptam semmi infót, mert van az elektromosságos dolog. Ezt a gombot te nem éred el. Menj el a három command blockhoz. Azokat. Valami megvan. Itt kaphatsz eszközt, az eszközzel pedig kezd valamit. Én nekem nincs sok eszem, nem tudok segíteni. Kaptam egy baltát, egy csákányt és egy ásót. És ide kell rakni a cuccokat. Aha, és menjek oda. Jó, valami feladat végre. Számszerű, csak úgy itt, vagy kell valamire. Egy számszerű, ezt most azonnal pusztítsd el, mert ez árt a csigáknak. Jaj, nem néztem, hogy milyen anyagok kellenek, de jó vagyok. És mi ez a zöld gomb? Tippet adó gép, hogyha sorba csinálod, akkor teljesítheted. Fa, föld, és kő. Így már van értelme annak a négy fának, de akkor sem szépen nem építette be. Ráadásul, ugye be van kapcsolva az a game rule, hogy ne kapjak blokkokat, szóval... Yeah! Eszembe jutott valami, ezekből kiütöm. És kidobom. Nyelelményes vagyok. Itt egy barrier. De beszívta a gép. Ne szerint a számszerű. Azt már nem szívja be. Milyen csobus a fa. Command blokkal kell locsolni. Hát ládákat nem találtam, szerintem azokat a blokkokat kellett volna kiütni, és szerintem az volt a baki, hogy letesztelted, és aztán nem reszetelted. Azt tudom javasolni, hogy ezt úgy csináljátok, hogy csináltok egy másolatot a pályáról, és azt tesztelitek.
Tehát, hogy egy biztonsági másolatot, hogy ne kelljen mindent visszaállítgatni, hanem csak visszamásolod a pályát, és akkor minden reszetelve van. A következő pályakészítőjét még nem ismerem, nem írt nevet, mondjuk Roland, az így az e-mail cím alapján, és az a pálya cím, hogy Piros Csigák. Tetszik, hogy van címe, és volt hozzá Resource Pack is, úgyhogy bizakodók vagyunk, és ez biztos az ellenőrzés lesz. Látod a kódot a fekete gyapjún? Lol, nincs is fekete gyapjú! Ha igen, vegyék ki a ládát a táblából, táblát a ládából, és az aranyblokkra írjuk be. Hát most már fekete, de még mindig nem gyapjú. Yeah! Ezek biztos piros csigák, történet van, ez egy csiga, szabályok, és indítás az még nincs. Ja, kezdjük a szabályokkal. Yes, kalandmódban, békésen, game rule-ok is be vannak állítva, kötelező rálépni a nyomólapokra. Csak akkor üthetsz ki blokkot, ha meg van engedve. Falka 20. Biztos, hogy a készítő. Szóval Falka 20 azt mondja nekem, hogy te egy varázsló vagy, akinek a neve Csabva. Egy nap szivárvány főzetet akar az... Egy nap szivárvány főzetet akar az csinálni, de akarok, vagy akarsz, biztos akarsz csinálni, de hiányzik egy összetevő, mégpedig a piros csiganyál. Elindulsz a boszorkányház felé, hát ha tud valaki valamit a piros csigákról. Érdekes kalandod, itt veszi kezdetét, érdekes lesz. Puff, puff. Katt az indítás szóra, még kell kétszer kattintani. Feladatot, vedd le a polcodról a csiga szedőt, és menj a boszorkányházba. Hogy nézzek ki. Oh! Egy tök látványos. Ne! Hát ez tök jó. El is felejtettem, mi a feladat. A polcomra a csiga szedőt. Hát ezek itt polcok. És így bele lehet nézni. Aha, biztos dispenser vagy ilyesmi. Hopp, egy csiga szedő. Csak nincs ráírva. Érdekes. Überseprű. Boszorkányház, boszorkányház. Beszélj az öreg boszorkánnyal. Ja, hogy itt volt előtte szöveg. Azt mondom, hogy jó napot, ön tudja, hogy mik azok a piros csigák? Hogy mik? Kérdezd meg az öreg boszorkányt, ott ül egyedül az asztalnál. Értem, köszönöm, viszlát, viszlát. Elnézést, úgy hallottam, hogy ön tudja, mik azok a piros csigák. Erre mondja az öreg boszorkány, hogy én nem tudok semmilyen piros csigákról. Értem, köszönöm. Kérdezd meg Command Block urat, nagyon okos, viszlát. Szürke alapon szürkével írni nem jó választás. Beszélges Command Block úrral. Az mi? És nem tudok oda menni, de át van textúrázva a víz valami elektromos vízre. Ez lesz a Command Block úr? Azt mondom, hogy valaki, vagy nem tudom, egy kiírás. Ne, nem értem föl, mit tegyek. Ja, hogy ezt én gondolom. Ne, nem értem, nem érem föl, mit tegyek. Ó, megvan. A hátsó kertemben egy kötél létre felmászok azon. A hátsó kertemben, akkor az biztos hátul van. Ne! Aha. Hú. Ez most nem szimpatikus. Jaj, nem bírok átmenni. Megvan, varázsolok egy hidat. És itt egy híd, híd varázslása. Ennyit varázsoltam, még egy blokkot hozzá. Ha, ki az? Várj, lejjebb rakom a fülem, úgy foglak hallani. Most menjek le. cseles. Na igen, mit szeretnél? Ön tudja, hogy mik azok a piros csigák? Piros mik? Én nem tudom, hogy mik azok, de kérdezd az admirálistől, lehet, hogy tudja. Köszönöm, viszlát, viszlát. Nem mondta senki, hogy merre van az admirális, úgyhogy megyek tovább az úton. Ez de menő admirális. Azt mondja az admirális, én nem tudom, merre vannak a piros csigák, hát nem mondod, már majdnem meglepődtem, hogy végre elmondja valaki. Na remek, és én most ezzel mit csinálja? Megkeresem Kacsa csörfej vakondot. Keresd meg kacsa csörfej vakondot. Fak. Üvegpropeller, kacsa csörfej vakond. Úristen, és az üvegpropellert is meg kell majd kérdezni.
Halló, halló, hall engem valaki? Azt mondja a kacsacsörfe vakont, hogy igen, mit akarsz? De mielőtt megszólalna, gyere elém. Jó, ez a piros tudsz? Egy kacsacsörfej vakont, na, most mondjad! Ön tudja, mik azok a piros csigák? Már egy kicsit, én csak annyit tudok, hogy piros színűek, azt én erre rá nem jöttem volna. Én csak ennyire emlékszek abból, amit a barátom mondott. És hogy hívják a barátját? Jaj, ne. Üvegpropellernek hívják. Ez mi? Milyen vityíló van berendezve a föld alá? Hűtőszekrény. Csak nem lehet belenézni. Vigyázat, nukleáris pisi! Foly. Az azért komoly, tehát ilyen majomfej ki van tűzve a fára. Fuhuhuhu, veszélyes hely. Nézzük azt a propellert. Kihez fog elküldeni? Azt mondtam, hogy tudja, hogy mik azok a piros csigák. Ó, igen! Ó, hát jó. Ők egy igen érdekes lények. E amerre csak mennek, maguk után piros váladékot hagynak. É, amivel ez a váladék érintkezik, azzal nagyon érdekes dolgok történnek. Például elkezdenek lebegni, vagy eltűnnek. Ha kíváncsi vagy rájuk, őt van egy kevés váladék a fánál. Ja, itt a fánál, szerintem az ott. Itt is lebegnek a cuccok, gátletesen felhasználta. És az útban is darabok lebegnek, de állat. Ez egy érdekes hely. Kaptam egy tortízt, egy teknőst, oké. Okay. Jaj, nem bírok bemenni, keresnem kell egy másik bejáratot. Keres egy másik bejáratot. Vigyázat, áram. Folyik az áram. Úristen, mi ez? Ja, várjál, azt mondja, szedj egy piros csigát, majd dob bele az üstödbe. Tűha. Ez pont úgy néz ki, mintha ide hányt volna egy unikorn is. Ezek lennek ezek a piros csigák. Hopsz, hú, de gyorsan hazaértem, és akkor dobjam bele az üstbe. Azt mondja, a. Biztos tesztelt valamit, és úgy felejtette. Történet vége. Falka 20 azt mondja nekem, hogy miután megittad a varázslatot, biztos olyan mesélő. Miután megittad a varázslatot, rájöttél, hogy egy szivárványhányás. Így most, ha hánysz, a szivárvány színű lesz. Wow. És egy csapos a fejében vagyok. Szóval átetsző agyam van. Egész kreatív pálya volt egyébként, ügyesen felhasználta az elemeket. Jaj, jaj, ez volt a pálya közül az egyik, amik a legjobban beleépítette az elemeket. A következő pályát Biomic készítette. No, hogyha már leírt, akkor elmondom azt is, és Prohun tesztelte. Az a cím, hogy a zűrkaland. Nem az űr, a zűrkaland. Hát akkor lássuk. Itt vagyok a kiáratnál, jól kezdődik. Ó, most behagytam a resource packet, nézzenek oda. Ez olyan, mint valami űrhajó. Üdvözlés szabályok, történet információk. Space helmet. Hoho, nagyon megvéd az űrtől. Ott a lyuk a nyakamnál, meg ki van a kezem. Üdvözöllek Csabusa a pályámon. A történet, illetve a szereplők mind a képzelt szülöttei. A pálya egy személyre készült, ezen okból kifolyólag egy dől játsz ki. Ebbe a szobába fogod a szabályokat, történetet és a felszerelést kapni. Jó szórakozást és értelmes időtöltést, na ilyet se láttam. Még kívánok. Fölírom a jól élvezd magad mellé. Ha nevedre kattintasz, akkor láthatod a saját csatornád. Hát ez tök jó. Csak ha esetleg elfelejtenéd, hogy olyanod is van. Azt mondják a szabályok, hogy Adventure kalandmód, easy, könnyű, tiszteld az admirálist, amit a ládában találsz, kivehetem, használhatom és élvezzem jól magam, igen. Te, Csabusa vagy, egy vérbeli űrhajós, akit egy fontos küldetésre vezényelt ki az admirális. Mikor elindult az űrhajóhoz, észrevetted, hogy valami nem stimmel, hiányzott a fele. Egészen véletlenül, csak úgy mentem a reggeli kávémért, és úgy így feltűnt, hogy a légüres térben vagyok, vagy mi az? Azt gondoltad, ez biztosan valami álom vagy vicc, de nem így volt.
Most a te feladatod, hogy megszerezd a hiányzó alkatrészeket. Jó, mondjuk nem biztos, hogy az űrben volt, de ez tehát vicces lett volna. Információk. Admirális. Egy nagyon furcsa fickó, aki már az óvodába eldöntötte, hogy űrhajós koordinátor akar lenni. Miután elvégezte az egyetemet, csatlakozott egy teljesen átlagos űrrepülési hivatalhoz, mint koordinátor. Egyéb infok a pályán nem lesznek írva. A pályán nem lesznek észveszejtő kommandok rendszerek, se szédületes reston rendszerek. Tip, a ládák neveit figyeld. Lesz olyan, amelyikhez kell valamilyen kulcs. Oké, és kezdés. Nyomd meg, utána fordulj meg. Meglátod a hajó végét. Ó, tehát nem az űrben veszem észre. Úristen! Ezt meg mire véljem? Azonnal felhívom az admirálist. Telefoncsörgés. Halló, admirális úr, lenne egy kis problémám. Hiányzik a hajóm fele. Csabusa? Igen? Az pedig lehetetlen. Tegnap reggel még rendben volt. Furcsa. Tudod mit? Átírtalak egy másik hajóhoz. Nem, az nem lesz jó. Neked ma mindenképpen a saját hajóddal kellene, hogy felszállj. Menj el a mérnökünkhöz, ő talán tud segíteni, valószínűleg a kőfalatozóban. Úristen, jó gyomra lehet. Ha végeztél, hív fel, értettem, uram. Valamiért olyan Star Trek hangulatom van. Soldierek. Te mit mondasz? Ready for action! Nem, ezek munkások. Ready for action! Ready for... Irányító központ ajtaja. Elektromosság! Jaj, várja. Nagyon remélem, hogy nem fog megint az átkozott háziállatairól beszélni. Ki? Komolyan ez az ember becsigázott. Fura alak. Mégis valamiféle tiszteletet kivív az emberekből. Majd elfelejtettem, a generátornál láttam egy zárt dobot. Mi? Meglesem, mi lehet benne. Fene. A kábelt kihagytam. Na mindegy, majd beszélek a másodpilótámmal. Csak én nem értettem, miről van szó. Az admirális, és nem erre vannak a piros csigák. Hát tényleg, ez mi? Egy piros csiga és egy tervrajz detonátor. Mi? Szükséges áramkábel, melynek erőssége minimum egy ipari generátorkábel. Vissza a jövőbe. Irányító központ automata. Egy láda tervrajz. Vörös kábel, meg valami, oké. Gondoltaban. Minek jött ide tegnap a mérnök? Nem azt mondta, hogy csak a gépet ellenőrizte? Furcsa. Na mindegy is. Megvan a kirakós másik darabja, már csak egy kell. Most már csak az admirális van hátra. Van egy olyan érzésem, hogy előbb beszélni kellett volna azzal az emberrel, aki a kőfalatozóban van, és az azt mondta volna, hogy gyűjtsek össze egy rakás tervrajzot. Jaj, munkás emberek. Ready for action, ready for action. KF, ez csak kőfalatozó, és a tehén fönt ide-oda csúszkál, zseniális. Kőfa. Rajtad van gomb, úgyhogy veled kell beszélnem. Yes, Soszi, én vagyok a mérnök ennek a kilövő állomásnak, miben lettek segítségedre, kitalálom, tehát nem csak mérnök vagy, hanem médium is. Gondolom a hajóról lenne szó. az vicces sztori. Úgy kezdődött, hogy tegnap, mikor a szokásos ellenőrzést végeztem, észrevettem valami hibát a hajó rendszerében, így hát most szét kellett, hogy szedjem. De ne aggódj, nálam van a fene essen bele. Elhagytam. A tervrajzok kellenek, hogy újra össze tudjam rakni a gépet. Összeszedni nekem a tervrajz darabjait? Hát persze, elbasztál valamit, de én majd kiavítom helyetted. Persze, csak miért mondod többes számban? Jaj, de figyelmetlen vagyok. Hát csak azért, mert nem fért ki egy papírra. Összesen csak 3 darab van. Ha jól emlékszem, jártam az új típusú madarunk mellett. Tudod, amit abból a drága türkiz acélból gyártottunk, aztán voltam még az irányító központ, amire mikor idejöttél, azt hittem, hogy rakéta mellett is. Utána meglátogattam az admirálist is. Szerintem ezeken a helyeken néz körül. Részegen járkált? Szerintem ez az este részegen járkált. Azt hitte, hogy gond van a űrhajóval, vagy nem tudom, csak simán felrobbantott egy propán palackot, és leszállta az űrhajó fele, meg... Hát meg ahol jártott, szórta a papírjait.
Szerintem ezeken a helyeken néz körül, illetve kellene majd két alkatrész, amiket a raktárból össze is tudsz szedni. Rendben, megkeresem őket, meg összeszedem a két alkatrészt, a részeges állat. Remélem ez új típusú radar. Ó, megtartunk közben a raktárt. Ez egy számszeri és egy katana. Számszeri és katana kell a tervrajzok mellé? És nézd meg, a piros csiga nyitja a besztelen csigát. Talán itt találok kábelt, van egy kar meg. Ez a restont lehet kiütni, az obszidiánat lehet lerakni. Jó. Néha. Itt egy levél, egy kulcs. Húha, bonyolódik a helyzet. Milyen generátor? Most vagyok a generátornál, de sejtem már miről beszél. Az a nagy sárga dolog. Nagyon hasonlít az anyaga valamire. De mire? És ez így jussam ki. Kértem én szívesen? Ja, a levélben nem néztem bele. Drága barátom, ez az idióta még a tárgyakat is összeszedi nekem. Hoppá! Hagytam számodra egy levelet az épülő generátornál. Ha úgy hozza a sors, menj és keresd meg. Aha, és ezt nyitja ezt a ládát. Itt van egy másik levél. De sokat írt. Egy levél. És a mérnök írta. Na most már nagyon kíváncsi vagyok, mi is folyik itt. Édes Istenem, hisz ezek... Jóppá, kiderült valami. Kedves barátom, a generátor szépen lassan kész. Ráadásul ez az idióta semmit sem sejt. Csabusát, majd én tévútra terelem. Te foglalkozz az admirálissal. Nem kell már sok a tervünkhöz. Hoppácska. Fordulat. Édes Istenem, hiszen ezek a hajóm darabjai. Meg kell néznem, hogy a főreaktor bent van-e még a gépben. Jobb, ha sietek. Tehát menjük vissza a gépembe. Oké. Azt mondja, a vészkapcsoló. Hova a francba, nem, farncba kerültem? Remek, azt se tudom, hol vagyok. Félek, mi lesz most? Na mindegy, ez már egy másik történet. És komolyan? Komolyan? És vége. Jesszus, itt a készítő üzen, hogy ennyi is lett volna ez a kis kalandpálya, ha tetszett, jelez, ha bármi nemű hibát észlettél, vagy nem megfelelő a pálya, inkább úgy tűnik, mint egy ilyen üzenet nekem, szerintem ezt inkább a levélbe kellett volna. Jó, hát a befejezés volt csak béna, nem is nevezném befejezésnek, inkább ilyen levágásnak, kilátok a vas részre. Mai utolsó pályánkat Jason készítette, és nem adott neki címet, úgyhogy annyi van csak, hogy kirakós kalandpálya. És megjegyezném, hogy ez ma a negyedik pálya, aminél nincsen verzió, de komolyan miért nem írtok verziót? Egyáltalán nem mindegy a verzió. Csak onnan derítettem ki, hogy 1.8-as, hogy nem volt a pályának ikonja. Ugye 1.9-ben már a pályának is lehet olyan kis ikont csinálni. Ha létrehoztok egy pályát, akkor legenerál egy PNG-t a pályának a mappájába. Szóval, bármikor, bárkinek, bárhová küldtök pályát, verzió, emberek, verzió. Na lássuk, itt vagyok, szemben egy gomba, kalandmód beállítva, békés, ne csaljak, érezzem jól magam. Beáll, rajtad múlik. Ja, hogy az is beállítva, oké. Nem csak rajtam múlik, a pályán múlik. Itt kezdődik a tör... Ja, ez a sortörés és sok. Mondjuk azt tetszik benne, hogy megnyitom a csetet, és csak az a szöveg van ott, szóval mondjuk ez hozzá tudok szokni. A piros csigák, akik a város jelképei, elszöktek a városból. Téged kértek meg a lakosok, hogy keresd meg őket. Neked az az ötleted támad, hogy az admirális vagy az íjász tudja. Ja, így már más. De előbb úgy döntesz, az admirálishoz mész. Itt kezdődik a történeted. Igen. És az volt a kezdődés, első olvastam a táblát. És egy nagy dobozban vagyok. Akbar admirális háza. Nincs itt az admirális. Ez az admirális.
Nem erre vannak a piros csigák, jó, hát akkor... Szálloda vezető pingvin, mi van? Az ismerőseid itt vannak a helikopter szállodámban. Pont az a szerencsét, hogy van egy szabad szoba. Most nem érdekelnek az ismerőseim, piros csigákat akarok. Nem is tudom, hogy fölmásszak-e oda. Olyan hosszú ez a létre. Jó, fölmászok, úgyis vágás lesz. Ez muszáj volt. Absztrakt hülyeség. Absztrakt. Rip művészet nulla csabusáig. Ó, értem, nagyon vicces. Aj, kezd az érzésem lenni, hogy csak ilyen díszítésnek, easter eggnek használta fel ezeket. Jajaj. Azt mondja, magás nyós fa, én egy fa, Istenem. Az íjász, igen. Hát ezen van egy nyíl, úgyhogy lehet, hogy íjász. Juhuj. És tényleg az íjász. Hello, én az íjász vagyok. Ó, meglepődtél, hogy így nézek ki? Ja, ez egy nyíl. Azért van a fejemen, hogy mindig legyen nyíl nálam. A piros csigákhoz akarsz eljutni? Akkor nem lesz egyszerű dolgod. Ki kell lőned a toronyból a lufit, és az elteleportál a piros csigákhoz. És ebben a pillanatban kezdett el kopácsolni a szomszéd. Abba hagyta. De ahhoz ijat kell készítened. Tegnap pont ott hagytam a nagy himnál, mert ott szoktam gyakorolni, de egy számszerű van nálam. Tudom, hogy ez egy varázslatos láda, és újra telem benne a számszerű. De ha kiveszel belőle egy darabnál többet, akkor te egy rabló vagy. És ugye nem szeretnéd, hogy a rendőrség üldözzön. Akkor még kell szerezned 2 számszeríjat és 3 fonalat. Tehát a számszeréből fog kraftolni ilyet, az is érdekes. Menj el a T-alakú létrás gránitus építményhez, ott vedd ki a ládából, ami kell, aztán a toronyban még lesznek dolgok, és úgy majd elkészítheted magadnak az ilyet. Sok sikert, nem igazán bírom kikövetni a történetet. Csabus a kedvenc szökőkútja, meg hogy command blokkok. Aha. Hát, ezt se túl kreatívan használta fel, őszintén szólva. Teljesen biztonságos. Ah, itt van még 2, és akkor rakják rá Infinity-t, lesz még egy számszeríjem. És XP. Az kell. Lassan kaja is kell. Jó. Hogy is kell ezt? Ó, 4-be kerül, de csak 2 szintet kaptam. Hát, ez így szíves. De komolyan, akkor itt el vagyok akadva a pályával, ugye? Kevés lesz az egy... így... nyíl. Na jó, csalok, adok magamnak XP-t. Helyen ügyesen megcsinálta az F betűt. Szőnyeggel, de állat. Na, de most szétlőm azt a lufit. Pálya befejezve, micsoda? Azt mondja, pálya befejezve, piros csigák megtalálva, köszönöm, hogy kijátszottad. Igen, 2-szer is, 3-szor is kiírtatok, jó. De állat! Hát az egyik legjobb piros csiga, amit láttam idáig. Ha-ha! Te jók ezek a piros csigák. Ennek még szája is van. Jaj. Hát akkor ennyi lett volna a 6. rész, ezen a cuki piros csigán köszönök el. Már csak 1 van ugye hátra, már csak 4 pálya vár rám. A kézikönyv óvjon.